A Nyírségvíz ZRT 81 településen összesen 300 ezer embernek biztosít egészséges ivóvizet, 30 településen pedig a szennyvizek elvezetéséről és tisztításáról gondoskodik. A cég a napokban ukrajnai víziközművek és társhatóságok képviselőinek mutatja be, milyen az európai színvonalú szolgáltatás. Ez tapasztalatcsere. Fontos megismernünk, hogy a szomszéd országaink hogyan nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, milyen szabályozás mellett. Ukrajna számára mindez azért is lényeges, mert ezzel felkészülhetünk a következő Európai Uniós költségvetési ciklusra, amely 2014 és 2020 között biztosít forrásokat különböző fejlesztésekre. Nyitottak vagyunk az újdonságok befogadására, és természetesen mi is szívesen megosztjuk tapasztalatainkat a magyar féllel. Az ukrán szakemberek abban bíznak, hogy a keleti partnerség kezdeményezés novemberi vilniuszi csúcs találkozóján az Európai Unió aláírja Ukrajnával a társulási megállapodást, ami az EU-tagság felé vezető út első lépése. Ezért is kezdeményezte a látogatást a Beregszászon működő Kárpátvíz Kft. Igazgatója. A cég, amelynek 5000 fogyasztója van, a nehézségek ellenére egyenletes vízellátást tud biztosítani Beregszászon, ami nagyobb városokban is csak szakaszosan érhető el. Lehet, hogy rosszabb nálunk a fogyasztófegyelem, nem annyira szokták meg az emberek, hogy ezekért a szolgáltatásokért fizetni kell, és ezekkel szenvedünk, küzdünk ott elsősorban, hogy behajtsuk a díjakat. Na meg hát azért vannak kívánivalók a hálózataink irányába is, mivel hát eléggé megviseltek, ami azt jelenti, hogy az utóbbi 15 évben gyakorlatilag egy városban, se egy településben se volt valami fejlesztés, új vízvezetékek, új szennyvízvezetékek. A Nyírségvíz ZRT szakemberei tájékoztatták a látogatókat a jelenleg zajló beruházásokról. Ezek közül a legnagyobb volumenű a Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja, amelynek munkálatai jól haladnak és jövőre be is fejeződnek. A társaság működési területén számos egyéb fejlesztés párhuzamosan valósul meg. Igen, jó ütemben haladnak a munkák Újfehértón, vagy elmondhatom, hogy Csengerbe be is fejeződtek, már tavaly év végén szintén csatornaépítés, és még három agglomerációban, hosszú lenne felsorolni a településeket, hiszen összesen 20 települést jelent, szintén folynak csatornázási, szennyvíztisztítási beruházások, és akkor még nem is említettük a vízminőségjavító programot, az is több települést érint. A vezérigazgató hozzátette, a nyíregyházi önkormányzat a közelmúltban elnyert egy határon átívelő pályázatot is, amely Ungvár és Munkács víziközmű fejlesztésének előkészítését célozza. A program szakmai részében a Nyírségvíz ZRT is részt vesz.